no. Gerd noch nicht mehr. Janusz, komm, én nem húztad fel az ünneplő bakkancsodat, mi sérüljegünk. Én hogy húzom fel az ünneplő bakkancsonyot, mikor úgy áll a lábam dagadozva, hogy abba is állik férbálé. Én hogy? Eleget áll vagy dagadva. Mert ne azt beszélt, hanem azt ne. A kapu nyitva, az ajtó nyitva, a kócs benne. Már és szép nap kirabolnak. Én elfigyelszom. János, te jöttél ki hátul az ajtón, te hagytad benne a kócsot. Minden, barátom. Én mikor én zárok, akkor 3-4-szer visszajövök, hogy bejön egy ajtókapu, minden zárva. Nekem te nem magyarodsz. Jaj, Szent Isten! Mi van? Akkor ide valaki bejárt, János. Hát bejárhatott. Soha szőttesemet a tiszta szobából elvitték. Szőttesemet. Mit érdekel engem a szőttesed? S hát nekem az olvasó szemüvegem, s az ünnepi bicskám az asztalon, ne! Szőttesem! Éppen majd a te bicskádat búsulom. Hallgass! Állj meg! Az illető bánt van, itt várjuk, se onkodszontuk az odáról leszakot. Jaj, de jó Isten! Menj elő, na! Menj elő! Majd még, no, itt! Látsz-e valakit? Nem még semmi. Jaj! Látsz-e valamit, te? Jánoska! Mi van? Valami az asztalon van. Hol? Az asztalon van, egy kassabban mozog valami, ne? Édes drága jó Isten! Jó. Nari, innen nem vitték, hanem hoztak, ha nem egyet. Jó Isten. Jó Szent Isten. Menj, nézd meg, miféle, Nova. Igen, ha valami szakjön szembe. Igen, amit szakjön szembe. Ó. Haj, még, no, én elveszem a seprűt, és te vagy a férfi, és menj, nézd meg, miféle. És ezt van, nem szakjön szembe valami. Te még a serényápos félép szöksz. Éppen látom, te is jól fal itt a szakolvani, no. Nagyős. Menj, no! Aj, menj, no! Jó, édes jó Isten! Jó, ügyel, János! Jó, édes jó Isten! Mi? Egy buba! Egy élő alaván buba! Buba? Én most mindjárt megzavarodok! Ugye valakinek gyermekét csináltam? Azt a mocskos, meg vagy ez zavarodva! Ugye valakinek gyermekét csináltam? Én hogy csináljam gyermekét valakinek? Mindjárt pisilni sár tudok el? Nézd meg! Igen. Itt kell seprűzni. Normális vagy, édes jó Isten. Már, na nézd meg, most a plebánosról most prédikálja, hogy jönnek az ünnepek, és mindenki az otthonába az Úr Jézus fogadja be. Nekünk álljott a Jézuska. De hogyan bizony, ki tehát a János B. és pont hezzánk, vonánk fiatalabb. Édes drága jó Isten, hát ebben igazad van, úgy le vagy gagyásodva tényleg. Én mit frissebb vagyok, én? Na, ezzel megkapod a társát, friss dolog. Friss, te nem magyarra. Jaj, de be szép gyermek. Be szép gyermek. Új bé van bügyülalva, nem is látod. Ne, engem nézz. Engem nézz. Aj, meg nézz. Vittál valamára, s vigyék el innen, kitette ide a bére. Aj, mit csinál? No, ki kell venni. Na, vedd ki, már alájt. Fukálni, no, gyere, no, jó Istenem. Mit csinálsz? No, aj, meg. Na, aj, meg, no, hát, ne, meg kell pupukán, s enni kell adni, már éhes sír, ne. Enni kell adni, már éhes. Hát én mit csináljuk? Ne. Maradt a déli, Pityoka rántotta a bos aggyal neki. Na. Mi vagy-e bolondva, Jánosám, még szopik? Mi szopik, én mit csináljuk? Akkor szoptasd meg velem, nem így. Szoptasd meg, miből szoptasd meg? Kéne egy csúszli süvák. Milyen? Csúszli süvák. Jó, és jó. Milyen kárás, rossz. Mit kárás-e? Mi, csicset. Csicset. Nagy biad neki. Hát akkor János, menj valahonnan szere, hát egy csúszli süvág. Honnan szere? Aj, csak még olyan szépen bevillant. Jaj, jó, édes jó Isten. Rossz kicsika. Van olyan kaka és van, jó szagos a gyermek. Így Istenem. De vajon ki tehette be, édes jó Isten? Alig kapom meg. Elmigendés, alig kapom meg. János, meg vagy-e bolondulva? Mit hoztál, János, meg vagy-e bolondulva? S hát miért? A tavaszi bornyú szopott belőle, nem magyar az. Tiszta úgy címpléből csináltam, Vitos Péter csinálta. Menj el, nem akkora csúszlia van a szájába, se férbé. Hol? Nem eljön, hogy itt van. Legalább a táj bevön menjen, s nő az a gyárnék, nem magyar az. Meg vagy bolondulva, János, nem jó. Menj be a szomszédba, most szület egy gyárnék, s kérj egy csúszli süvegét, no. Én menjek be a szomszédba, csúszli süvegét. Hogy higgyék azt, hogy én meg vagyok zavarodva, bolondulva. Nem sok van ima hátra. Édes jó Isten! Jó, édes jó Isten! Aj, meg no! Ezzünk szél egy cseppet! Istenem, szegény gyár! Elég szagos okos!
Szagos, híres érzé. Miféle? Valami bici backó. Cimot. Ne, hey! Ringasod, hogy ne sírjon, jó? Ringatom, de a szegényká éhes. Elava. Mi elavál, Mari. Nem én honnan tudjam, mi elavál? Nem én írtam magamnak. Mi elavál? Na. Hol az olvasó szemüvege? Milyen kocsoló? Annyit ne keresgé is, ne kókolna, olvasó. Na, megzavarodok. Szegény kell álmosodni, hogy hasítasz. Édes jó Isten. Mit írhat? Amit? Azt írja, hogy kedves tátas máma, mikor megkapják ezt a levelet, akkor mi van messze járunk. A levelet együtt olvassa akár Józsi tátaikkal. Ákos és Noémi. A gyermek a dédodoknak, Mari. Akkor az igen is, de mi jó? Mit írtok, hova mentek? Ne, egyik példa, bős, más példa. Mit írtok, hova mentek? Egyszerűen meg rántad és rebősz. És más különben, mit tudom én, mit írtok, mert azt írja itt, hogy Józsi komalmékkal együtt olvassuk el. Ne idegesíts! Jaj, de jó Isten! Meg kell nézni, hogy fiúj Leán, én mit tudom, mit Úgy látom Leánka. Ne szerencsétlenk egy Mari, hanem tedd le valahova, bonts is, nézd meg, hogy Leán vagy fiú. Olyan rég nem boncoltam ki, akkor a gyárnak. Nem boncoltam, mert nincs semmi. Állj meg az ajó, megnézem. Nézd meg, na miféle. Ügy, állj, no. Fáj alá, tedd be ezt a papírt legalább, ne, hogy ne. Állj meg, no. Állj meg, no. Bírás a pelé, kajam. Jó, jó. János, ha petes. Petes? Édes jó Isten, legalább a fiúgyár. Na jól van, na. Ja, Istene. Szegény gyárnyék. Hát gyalúcs, kicsika, gyalúcsi, ja. Istenem, nézd meg az olyan, mint az ájém, ne? Édes drága jó Isten. Kutya. Te normális vagy? Mely? Azt a drága szép kicsi gyárnyék, te még csúfítod át. És mostanában te tükörbe, egyáltalán neztére. Igen. Igen? És nem látod, hogy egy olyan orrod van, hogy a szajod felé be van fordulva? Csálőcs kicsik az orrolja, mint az ájé. Menj el, na! Ezért itt nekem vissza. Itt van, amit nekünk mi csináljunk. Ó, látom ebbe. Ide figyelj. Jó, Jézus. Lával el van téve. Le kell menni Józsi komalmékhoz. Ott cifra apaz, cifra fejérnék, és oda kell adni a gyárnak, egy intézzék. Kész. Apa, igen, és hogy visszaid le? Hogy? Fogjuk meg, és vigyet? Az éppen, mert az olyan könnyű, hogy én a rossz farcsukammal fogom meg, és viszél. Igen? És én már a reumás kezemmel vigyelni. Botoljok meg, és ássák át, nyomjam meg azt a gyárnyék. Hú, éppá úgy, egy gyartalan se. De adj csak meg. Valami eszélyen bevillant. Mindjárt jövök. Megint hova mész? Nehogy itt a gyárnyéká, János, ne kókolj, na. Ne fél, nem forog meg. Ügyel nagy elást. Nézd meg, dédunokam. Istenem. Mama, kajaj, minna, tátáka, hogy valami, és leviszünk másik tátáka, hogy állj, minna. Csak mamáka úgy megszönnyült. Igyék egy kortyot, állj, minna, állj. Mamáka, iszik egy kortyot, már úgy megszönnyült. Állj, minna. Jaj, édes jó Isten, csak állj meg, mamáka, tudja. Állj meg, mert nem jó, hogy tartalassz, úgyna. Jaj, édes jó Istenem, hol vagy János, jössz egy manna? Mindent alig kapok meg, hogy mindent érti. Ne, szegény. Hát a szerelek, Bali? Fordulj ide, no. Hogy szereled, Bali? Meg vagy-e bolondulva? S hogy szereled, Bali? Ezt tudod, de miféle? Miféle? Hát a tájhordó szakárka. Látom ebben. Úgy szereljük, Bali, hogy alul egy bundacskát Bali teszek, egy jó puha bundacskát, a kicsi gyárnyéket Bali alítsuk. És ha ezzel fajzott, akkor ma annyi erő a karjában van, hogy két felől megfogja, és legalább nem dől ki. Na, próbáld bár! János, ne kokoljál, még ülni se tud. De azért állni tudhat. Na, nem jó. Próbáld bári! Nem jó, na, ebbe kell bárítani, és azt kell valahogy rea szerelni, no. Azt hogy szereled rea? Itt tudom, de valahogy húzd árig, hogy tegyél bári. Istenem. Jó, édes jó, a bajom meggyűlve rég nem. Jó, szépen tett be, szépen, no, szépen. Drága kicsire. Istenem, na újra. Pajacskét takar, még sapkal pénát teszél, jött a. Így volt, na mit csinálj? Így volt, addál már. Amen, na mamakai, Istenem, be ügyes gyárni. Fogjad meg, nos, valahogy reakon szerelni. Jó, ügyelj, te menj arra felé. Jaj, de jó Istenem.
Ügyelj, János, na nehogy... Jó, jó, na. Állj meg, nezd meg, hogy jól balisszad út. Jól van. Jó, jó. Jó, Istenem, állj meg. Állj meg, nezd, fogjad, na, kiásik-e. Na, ügyelj, jó, na, ügyelj. Jó, 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 jó. Na, mind, ó, csak meg. Azt tesz idáne. Na, Tedre, ha megnyomja akkora, mint a gyárnek. Hol nyomja meg, nem hagyja rossz. Rezervalban legyen. Édes Isten. Tani? Na, rezerva. Rezerva. Ah, meg a bici backa is hozzávét, tegyük oda. Úgy. Hallod-e? Mi a? Hol van a bicska? Bicska? Mit tudom, minek kell most a bicska? Kell menni? Nem, hogy arra az itt volt az asztalon, a bicska nélkül nem meg egy lépése. Na, kókolj, nem kell a bicska, menjünk valamára, no. Mi tettem ám be? És a telefonosom? Minek kell a telefonos? Megvan. Annak kell a telefonos, hogy Józsiko mámot kell értesítsem, hogy nem így van itt. Mi van itt? Igen, mindenki volt fel, hogy a pulzusokat fogyasszod, azért már jó. Mi te? A pulzusokat nem vagy az János. A pulzusokat? Igen. És a pulzusokat kinek a nyugdíjából fizessük? Na jössze, na mit csinál? Igen, de megmondtam, vegyetek nekem egy nagyobb ablakos telefont, hogy lássam jobban a betűket, és állj meg, melyiket kell nyomjam, a jövötüt vagy a köbötüt, na. A jövötüt, állj szépen, hogy mit tudom tőlem nyába kérni. Komám, Józsiko. Ügyelj, attól a gyárni. Jó, jó, én szem már tott. Jaj, ügyelj, küszöbben hoztak tátsz, kiválok! Küszöbben fogad meg, jó! Édes jó Istenem, mire kellett ma... No! Ügyelj, no! Ha jó! Asztak! Menjünk, nem már minél se tetedik békén, kiborítsd! Ügyelj, no, fogjad közben! Ezért köbötű miért van? Mi? Ó! Mit csinál? Ne is van, Krea! Jó, jó, jó! Jó! Nem nekem való, Anna, megmondtam, nem tudok én menni az én, és éjjába mondok. És de miába is felülni, és leszállni, és éppen nekem elég. Nem dolgozok én ebben, gyújtom be a rádiócskat, hallgatom én a rádiót. A tegnap este is milyen jó adás volt, Marosvásárhelyről. Sármási Bocskai János beszél a rádióban, hallgatom én azt. József, értse meg, hogy magának a biciklizés jót tesz. Ez magad fiatalítja, és ezt kell maga csinálni, az egészségének is jót tesz. Jót tesz nekem, olyan jót tett egy év alatt, hogy egy ennyivel közelebb vagyok a sírhoz, olyan jót tett. Gyújtom be a rádiócskát, hallgatom Sármási Bocskai Jánost. A tegnap este is a gazdálkodásról beszélt maga. Üljön fel, és elassza! Bébrassulj is vissza! József! Jöjjön vissza a biciklirás, biciklizen, különben az éjjel nem aluszik mellettem. Ha nem annyi, tegnap éjjel ne szinte megnyomott. Olyan hirtelen helyába forgolódik éjjel, egy olyant fordul, nem veszem észre, reán fordul, s a megkoratástok megnyom, s az aluló ágyomba kell meghalljak. Ott kell megfolyoljak, ha reán talál fordulni. De József! Mit gondol, hogy én tudom, hogy álmomba mára felé fordulok? Megmondtam magának szépen, feküdjön az ágynak a legbelső felére. Ott vagyok legbelül egy ekkora ágyni. Akkora ágy vagyok, ne. S maga egy ekkora ágy. Mindjárt le vagyok szorítva az ágyból, ott kell halljak a földön. 86 évesen oda kerülök a földre. Jöjjön József, üljön vissza a biciklirás, kell biciklizni, mert az egészségének azt teszi jót. Édes jó Istenem, meddig kell ezt még hallgassam. Bémort a Sármási Bocskai János a tegnap este is, hogy isztállóganyék, és nem műtre hagyja a földekre, s kell venni két kilócskat, legyen az isztállóba állat, s legyen ganyi, ahol kell dolgozni, és nem az elnekvár. József, engem sem a földféle, sem az állatféle egyáltalán nem érdekel. S ha nem érdekli, akkor miből gondolszuk a főlet, ha nincs az istállóban állat? Engem az a fele nem érdekel. Jöjjön, üljön vissza a biciklirás, kell biciklizni. Értse meg, hogy azt tesz magának jót. Édes jó Istenem, meddig kell még ezt én hallgass? Megmondtam Veronka, hogy az ilyesmi ma nem nekem való. S megkértem szépen százszor, s ezért, hogy engem ne magazzon el. József, az illám az illám. Én régi úri családból származom, és tudom, hogy mi az illám. Annak idején pedig szépen megmondtam magának, milyen feltételekkel megyek magához. Addig szeretnél ide valami vacsorát, ne, illám. Olyan éhes vagyok, csillagokat látok, illám. Ne, egyáltalán nincs újságos, rádiós, ennyi. József, megmondtam magának,
Az ástjevészet a legveszélyesebb. Az, ha nincs! Akkor veszélyes, mikor nincs! S éhesen fekszéles a gyomor, korrok, ott veszélyes! Hétlán kell halni! Az! Na már! Kellett nekem ciframájás fehér nép. Megkaptam. Nézhetem imma a májait. Vaj, úristen. S aztán mi a másik? A kapu bé van ez árva. Ha valaki bét alá jönni, ide alá jönni a házunkhoz, ha valaki is meglássa, hogy én 86 évesen a házba biciklizek, s mit vár dolgozok, engem az újságba kitetetnek, s a falu népe szájából nem szabadulok meg ezt, amit aztán beszéljenek a faluba. József, be van a kapu zárva. Máskülönben megmondtam, hogy ne törődjön azzal, hogy mit mond ez, mit mond az. Ezért jó városod. Senki nem piszkálja. Másikat mindenki én nyugodtan. Hogy maradt volna ott maga városom, hogy én ne ismertem volna meg soha az életben. Ott Brassóba, ahonnan származik, ott kellett nem maradja. Mit mondott József? Mondom, hogy akkor imma a megváltkezzük, már annyi tornát felszerelése van, hogy imma azt se tudom, hogy melyik másik... A biciklivel, József, a biciklivel. Jaj... Mi biciklit hallottam én egy év alatt? Jöjjön, segítek én magának felülni. Igen, maga, olyanokat segít, hogy... S aztán mi a másik? Kellett volna venni valami italot? Ha ide jöjj valaki a házunkhoz, nincs amiből egy pohár pálinkát töltsek. Mekkora szégyen az nekem? József, megmondtam magának, ilyen egészségtelen dolgokra nem költjük a pénzünket. Mindenből ki magyaráz, hely! De az izéből nem a bicikliből és a tornázból. Aztán mi a másik? Tornázzon, akinek ilyen nagy farab. Ne, nekem. Üljön fel és elesz. Igen? Nem szegyenli magad? Így sírtek át? Tudja én mi? Itt hagyom, s aztán meglássuk, hogy mire megy egyedül. Még hogy én sírtek át? Igen. Azt értem, egyáltalán nincs tornázni, tornázni, tornázni. Mi lettem én? Tornáz bajnok immá, vagy mi az Isten csodája? Mióta nem jártunk sehova? Jánoskor már még mi se jártunk. Van három kerek hónapja, hogy nem láttam. Közben lemenegethetnénk oda és estén le. Én megmondtam magának, hogy ahhoz a vén, hazsartos vén emberhez nem megyünk. A haját inkább kell biciklizni, mert az jót tesz az egészségének. Jót tesz, biciklizni, biciklizni, s ebből nem tér ki. Nem tér ki, nem tér ki. Na. Na. Segítek én magam. Segíts csak, nem olyan könnyen, mert már... Mi tudom, során tudom, hogy majd már kell előre lépni keresztül, na. Mindig az első lábat teszi túl. Első lábat? Most mit tudom, hogy melyik az első? Nem ilyen egyformán vannak, na? Ez József, ez! Na, én segítek! Segít, most ezek nem tud valami közben jönni, hogy... No. De buddik balé, de lássd meg buddik balé! Ho! Ho! A telefonosom zúg, valami baj történt, az is lát? Nem, ha József, hagyjál, ne a én a zúgjon meg a magad! Nem úgy van, ha zúgassák, ott valami baj van, ilyenkor nem szoktam elzúgatni. Ki tudja, hogy hol mehet, azt fel kell venni. Hogy is mondtad, hogy melyiket kell lányomni, hogy pirosra te vagy a zöldet? A zöldet, József, a zöldet! S hát a múltkor azt mondta, hogy a pirossat. Igen, József, már úgy hamarabb végel lesz, több ideje marad biciklizni. Jaj, és én a pirossat a minap lányomtam, s egy fél óra hosszal beszélgettem, senki vissza nem szólt. Akkor én vajon kivel beszélgettem? Akkor én az is lehet, hogy magamnak beszélgettem velem, vagy hogy magyarázzam, na, zöldet. Né, János komám, hogy ha nem megy valami baj. Halló, komám, te vagy én? Halló, hát én, komám, olyan későre veszed fel. De hallod, akkor én most, akkor velem beszélek, ugye? Hát velem, hát ha én egyszer kérdem, hogy te vagy, akkor hogy ne vonnék én? Hát jól van, na. Komám, ugyan, bizza valami baj van-e, vagy ilyenkor... Itt van elég baj, tudom Isteni, elég. Ugye megmondtam János komám, itt valami baj történt. Ugye megmondtam magamnak, azt mondja, hogy baj van.
Meg mondtam magának, hogy ne vegyek fel azt a telefont. Ha itt egy zúgassas baj van, akkor hogy ne vennél fel, mi örök egy máshoz, hát itt egy tűnt. Halló, halló, komám! Hát ott vagy, no, hát mit csinálsz? Hát... Valakivel beszélgetsz, vagy mi van? Hagyd Bétit. Itt van ez a drága Veronka es. Na de pári. Hallod én. Messze van itt tőle? Körülbelül egy másfél meterre balra, balkazán fel. Jé, hallod én? Mi van? Forduljál, hogy ne lássa, hogy mit beszélünk. Igazad van, fogra fordulok, hogy ne lásson semmit, egy szót se láss, vagy hogy mondja. Hallod én? Mi van? Egyszer valóban ülj le, már most olyan mondom, ha alsz, akkor ügyes állásé. Ülj le, légy szíves. Édes jó Isten, ott valami baj. Leültél le? Le vagyok ülve, komám, de nem a fásládára ültem, hanem az asztal mellett ülök az alsarkam, vagy hogy magyarázzam. Ülj le nagyobb, fásládába válé ülj, de most megint valami bajod legyen. De mondom, hogy nem a fásládára ültem, hanem az alsarkán ülök az asztalnak a bal sarka felül le. Jó, na mindegy, hogy hol ülsz, komám. De akkor most oda menjek a fásládához. Jó, nem én sehol, hanem csak hallgass, részszíves. Na mi történt? Na mondjad! Mi történt? Ha nem legyen nálunk az angyal, álljunk, koma! Mit mondasz? Hát, mit mondod, hogy jövünk haza, s hát az asztalon egy buba hely? Mit mondasz, koma? Bubal? Buba, jól hallottad? Nem másik, koma, hanem a meink. A meink, érted? Édes jó Isten, koma, ha! Te ezt a visszabeszélsz, nem értem, hogy mit mondasz, hogy nektek gyermeketek született? Mári megszűrt! Még? Édes, a komám tűnt még ebbe a kurba is! Jó! Komám, ne beszélj félre, még ebbe aki hallozva nekem, hogy Mári megszűrjön! No, ne kopácsolj félre! Ne tudod-e mit, komám? Én ma Márival nevezek egy, ha jött a gyermek, jött! Még négy gyermeket függ felneváltatok, ez is valahogy felhányódik, úgy is a mai világba! Divat, hogy a gyermek később, üdősebb korba születik, vagy hogy magyarázzam neked, imma Márival nevezek én? Hallgass, Noel! Nem Márinak lett komám, hanem a mű dédunokának a gyermek. Értetted én? A mens a déde. Noel! Mi van? Mit beszélsz? Ha komám veszette valamit itt a... Igen. Hát itt ebbe a helyben nekem te kihozott, hogy tőlem neked gyermeket született. Édes, drága jó Isten! Hát aztán... Ó, mi van, még ez igényem van? Többet nem mondok semmi, mindjárt érünk a hezzátok, és akkor ott elmondok mindent. A buba is itt van a tájhozószak átjével vigyük, itt van a jobbról Mári húzza mellettem. Na, hova? Na, teszem le, mindjárt találkozunk. Komám, ha, állj meg, komám, ne tedd le, halló, komám! Halló, itt vagyunk. Komám, egy és egyáltalán ne gyertek ma este nálunk, hiába jöttek, mi egy akkora felfordulásban vagyunk itt, hogy mi vendéget nem tudunk fogadni, és hiába jöttek, komám, nálunk. Nem vendégnek menjünk. Komám, máskülönben úgy se tudnátok bejönni a kapun, mert a kapu be van zárva. Nem baj, komám, Toma kócs hol van. Jaj, azt a... Komám, hiába jöttek. Tudod én? Teszem le, mindjárt ugyanis beszélgetünk, ne, le van téve, teszem le! Halló, komám! Le van téve! Komám, ne tedd le! Most ne tedd! Komám, komám! Komám, ne tedd! Ó, édes jó Istenem, na nekem még a hiányzott! Ma estére, ahol tornáz után nekem még a hiányzott! Hú, ne rendesen megízott! József kicsergött. Kicsergett. Lesz itt ma baj, ha nem megy a balig. Kivel beszélt? János komán volna. S mit mondott magának, hogy ismét ilyen zaklatott? Nem tudom, valami gyermekről beszélt. Előre úgy értettem, hogy Mári megszült. Aztán azt mondja, hogy arról szó sincs, hanem hogy a gyermek közös az övé és az enyém. Nem tudom. Vagy komán meg van bolondulva, vagy maga engem addig tornáztatott, hogy én ma az agyamra mente. József, mindig ez van. Mindig ilyen zaklatott, amikor János komájával beszélt. De most meg is bolondult.
Hát, ha még nem egy, de nem sokára megleszek. Még. Ő édes jó is. Az a gyermek. Szövés az ányém is. És aztán mi a más? Mi az? Azt mondja, hogy érkeznek ide nálunk. Jaj! Komolyan, amilyen csúfondaros ember, ha meglássa, hogy nekünk a házba bicikliseljen, lopta oda kivaló az udvar, hogy árbeteknek játszódni, és nem ekkora csemért csökáljuk, hogy mi a... De József, az gyógytúrna, az lopta, az a házba jár. Érdekli és komolyan, hogy milyen lopta, a lopta az udvarra jár, gyorsan kell letenegetni, mert komolyan, meglássa, a Pisti komolyan is megtudja, és amíg él, addig kacagnak. József! Ez a házba jár egyáltalán, nem szégyen a mai világban, hogy bán van a házba. Nem magyarázzon, gyorsan kell leteregetni, valami poklon szokott, valamivel kell leteregetni, ne halljon! Egyáltalán segítsen hozok, József, mert ez a mai világban nem szégyen. Hozok én. Hát, mekkora felfordulás, egy telefonhat. Na! Gyorsan tegye le valahol. Most hova tegye? Hova tegye? Mit tudom, hova tegye? Hova tegye le néve? Ne lássa meg komolyan, hogy meglássa. Meg? Belém ott is meglássa. Vajon Bélepi elég nagy? Ott Bélepi az elég nagy, ne búsuljon. Jó Istenem, ha meglássa komolyan lopta. Ha így, ezt egyszer meg nem lássa, nyásza nincs. Hogy ezt meglapja. Gyorsan, Nánes, valamit kell revatni, né? Lapja be! Egyáltalán József, semmit rá nem teszek, mert az a szobába jár, az nem szégyen. Hogy nem teszem magának, nem szégyen, de nekem az. Mit látna rá tenni az apraszt, vagy mit látna rá? A sarapi be. Tehát poklózat kell déhozni. Hozom be a támogat. József, egyáltalán nem menjél sehol, mert azt a büdös poklózat a harcba be nem hozzuk. Itt helyába vitatkozunk, nem már ebbe a hájba érkeznek. Akkor érkeznek. Gyorsan lászt a mocskot, ne ezt és a meglássa. Milyen szépen megkértem én magad, hogy ide bántra ezt a zöld mellényt ne vegyél fél. Csak a milícia követeni, hogy a biciklire mellét kell venni. Na. De József, megmondtam magadnak, hogy ez a zöld mellény idebé nem való ára, a biciklire nem érvényes. Egyszer, ha bicikli, ha bennes bicikli, künnes bicikli, és én egyszer a tandíjat megfizettem, többször nem fizetek, és vásárolom. Akkor tovább nem veszek én. Nem magyarázzon. Né, jó, meglássa komolyan, hogy az inkáját nekem mi van. Mi van, egy rendes blúz van, mi van? Mondjuk ezt a izé átakorja, már lényecske átakorja. Jó, nem jár nadra. Örök életemben a picses harisnyába jártam, ha komolyan meglássa ezt a trickó mocskot, amíg ér, addig kacag engem. De József, az egy rendes nadrág, milyen baj van vele? Az! Igen. Trickó mocsok, nem nadrág! És akkor mit akar most csinálni? A zsúrcom hol van? Nem tudom, József, addig pakolalsz a holmiai. Nem tudom, hogy hova te... A nagy zsúrcom, azt kérdeztem, hol van? Nem tudom, hogy hova pakoltál, József, mert mindig... Hop! A bejk a zsúrcot keresem. Menjen a zsúrcot keresem meg, egyáltalán nem tudom, hogy hova raktál, örökké minden csak pakolalszik. Áldott isteni szerencsére, hogy a sapkos húsz mellett volt, hanem én szépen abban maradok. Na még ebben komolyan más kellett volna meglássak. Kivek a gyárabb egyébben az olyan sapka. De József, milyen bajom van ezzel a sapkával? Milyen bajom van? Annyi, mintha kopacon lennék, úgy érzem, mintha kopac lennék. Akkor üljön rá, s jó lesz oda. Egy csöszmös csúcsapka. Azaz csöszmös. Ez sapka, nem? Borzasztóan szép sapka, borzasztóan. Az, a sapka. Az. Jaj, bár jó, hogy ott volt, akkor ma már hamar fel a zsúrcot, már érkeznek, na no. Na, segíték, csak nem legyen éppen ilyen ideges. Na. No, hé, az egyszer jó nagy, hogy nyelze nincs, hogy a cickót alul meg lassa. Na. Jó nagy zsúrc, ne. Ho. A kutya ugott. Ezt meggondoltam, majd most nem jönnek. Hála a fején való jó Istennek, abban a jó, nem jönnék. József, az volna a legjobb, mert vissza tudna ülni a biciklire, és biciklizhatná. Jaj, ne most tess a bicikli jár, eladászik be, most tess mi. Tessék! Jaj, Istenem! Jaj, mert van az ügyem előrika. Marika, mi történt? Ha itt van a lényeket? Istenem! Az ajtót négy tezen
parlare sempre, da mille e tre uomo, sta. Chiave che si sta chiudendo. Oh, sta papà, Sasha. Ah, io vengo di vola. E lei pensato voi. Poi quando ci sono sacchetti che va a bolita, osbo, hanno capito come dove ci vuole. Tu tieni, e non può conciò la usum, o comunque una cosa nata in amnes. Non stava sa che gli ma voi e gli avevo vicino. Io la vita posso chiamarmi che tu è schita. Sarus come? Sarus! E gli stanno in poi degli occhi. Meglio! Oh, dai, no! Divone! Non è perché sai un po' di silpia, sto molto colpisi e tanto... Ma io voglio per un tuo morto su... Come amo so sto ora, non è che la sta molto scortnova. Questa mamma è uscia ora. No? Venga, per questa uscia ora, che era, venga, venga. Mi ha trovato, mi fa scrovato tutto il morno, che era la mamma. Uia, Vamo rida, moglie, mi ruba si è poi meglio otto, meglio otto, meglio. Le gatte smecchia le teci. Moglie, amore, mi ruba, ora pazza. E te ci vuoi stare. Mamma, amore, moglie, tu mi hai un po' ruba si è teci, mi ruba, non sono la otto, mo spua. La otto, tu ti è la otto, ma. Vicina, os. Mei. Vediamo che fuoco mo spalli noi l'otto, non volus. No. A tono del comò, mi dà un mondo che tu hai otto. Mondo tuo morno! Mi dico un tuo siamo in coso, asta, ha ta smisciere loro te. Mi dice, ogni smiscia come amo, non ho smonto, mi torno, ma ne mi ha l'idea che sono un po' monca. Oggi buono, mi dice, io mi corno, non ho regalo di fare voto, ma non lo sai. Oggi buono, mi dice. Io ho una mondo da crodasti, mi dice, smonto a tuo morno, mi dice. Ora te avevi un bel copo? Nitro. Ho sorto nitro comò. Minden in torvo di tvolute, minden in. A come? Ah, il bizzolo, asete, come vi logo, tu mi voglio, tu cosa ho il tuo scopo? Mira! Ine c'ha smunto, mamma, che generina! Ine c'ha smunto! Sciocco! 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 Chi dà un po' di horror, sto sorto, mi smori, ezze, smega, ci tvo minden! A cura, ho il tuo, mi tvo, ezze, bevo, sorto! Ho stampito, tu ecce! A mondo, voi non cozzonte con l'orroro? Me mi piaceva scendere. Ma con chi vuole? Oh, ciò, conosco d'un befale, mi gavetta estrane. Mi condos, e rodinosco sbosostron e tubo e il, alla bambuva com'ho, ad attigliarle. Osostron, rodinosto! E io da sciogli. E tu devi tirare salta, ma sta altra isla te. Da come a mondo, tu amore, ti ho caruto, da matacelli in modo tutto. Tu vuoi, ma a mondo, ma non, olva sciogli. Mori la va col. Ma basta già le bavo. Comoto un toccio caro. Mi da posto comoto tu. Ora te sosto lo muote. O sosto lo? O cosa vuoi bubo c'è bubo a vai lava. O bubo a vai? Bubo a vai lava. Oh, e non amo bubo a vai. Amo bubo ma le bevo il suo vai lava le tettate. Ciò lo? Oh, ciò che ne che. A me scemi. Con la moglie cosa la voteva so storo o so voce se mi vaghe volo de otvot o lotto anni var horo a te te con olo de o so voce se mi vaghe so scopo so cotvuno ui chi me che appa ma ex se mi vaghe o sciorgo che era da scopo o lo so ma gli da voi anni da che tu da voi e da scopo sta ne te la corretta di fatto se mi vaghe so scopo si pipi che se ne te o tari poco voto molto no volo mi da cosa mi nome tutta mi da cosa Eeeh, panas, eeeh, uscita. Ha bisogno di fare con te, vanno qui dai. Non mi ti ha posto qua volta. Nei. E che una merda che ta monte dosso puoi caruto dos mi caruto. Una merda? No, ho lavato. Porotto, pa di na che tvon si me svane. Mio. No, me collo. Ma ci va, ci me qui. Mario. Mio. Ma sono qua su se mi va che po'. Ma metto dov'è se ho tuo? O tuo moro. Nena, ja se c'è per tre anni. E pa ma che vuoteš, ove i dag zate mu judo fidja. I dag zate, ne so ko so ole vas chad noi mi tiro. Da ai me come on. Os ole vas un inchanich, ad tavola to se mi va che no. Oi, ma mi volgo mi deva. No. Ale tavola vole come on. Ai me così corom posso. No, no. Vedi tavola. Ale tavola vole. Moro giù, namo di. Asti rjeku mamu, kad vaš, ta kaš mama. Mikor me kopja kast a levelet, akkor mi ma a messze járunk. A levelet egy tolvassalká Józsi tátaikkal. Ápos és na én. Pont azt csináltam, édes komam, pont azt. Jaj, mindjárt meg pont.
A gyermekkom a tétudokkal, két a bajban nem. Hallod, de te, hogy ide akár jönnének, most széjászaggatnám. Így, ne! Mind a kettőt elevenni, megnyúznám, s úgy átcsapnám. Jó. Bőrnékül fussanak. De az még komolyan semmi. Mi van? Az a cím volt. Csakku? Na. Nem jár paksaméta. Mi az? Ide néz. Ne, jár a volt üdájk, én nem itt írtak. Na csak most... Olvassad hamar, komám, hogy mit írna, remeljeges vagyok el. Nyugyal, meg nem, az a baj, hogy nincs itt az olvasó szemüvegem, és olyan dőgybetűkkel van írva, hogy nem tudom olvasni. Akkor feküdj le, olvasd úgy, vagy mit tudom én, dőj le, vagy hát dőgybetű, olvassad hamar, na vagy. Tudod én mit? Ha így kiabasz, tessék, olvassad, hogy te is részesülj a jóból. Itthon vagy szerej szemüveg, és olvassad. Úgy fel vagyok idegződ, vagy a végnyomáson oda bejár, ne. Olvassad. Én olvasom. Olvas. Én? Hát komolyan jól tudod, hogy én nem hallok-e? Hát olvasni nem hallani kell, hanem látni. Mit de komolyan én, ha nem hallom, hogy mit mondok ki a szájomon, akkor hogy olvasom, mit tudom, hogy mit mondok ki? Az eset nem azt mondom ki, amit olvasok. Hát ne kókó. Jóságos, jó is. Valami egyebeket mondok. Na, no. Így és a leget mondasz, kókság. Kivel látna elolvastatni, mert mit lát csinálni? Akkor menj ki az útra, hiába valami gyár meg, és olvastasd rá, hogy az egész falu tudja meg, és minket kacagjanak. Na! Komám, gyármekre hiába bízod, mert a gyármekek rossz férják, és valami egyebet olvas fel. Na, mit? Hát akkor... Ha, hogy kéne olvasni, ne, hogy mit írtak vajon ma? Édes drága jóságos Isten! Hallod, mi van? Ott van Mari mellettem, ne mondjad, olvas, nincs család, ne! Mari! Hát ő... Írás tudatlan. Ki? Ki már? Menj el, jól visszaemlékszek, iskolába járt. Menj el, iskola, ő. Mária. Mi? Hányosztalt jártam. Két éve végig jártam, komolyan. Isteni. Elvár jó lett volna, jobb lett volna hallgatni. Tehát átsúfolkodj már engem a szüleim ki iskola azt ki? Két éve? Igen. Komolyan jól visszaemlékszek, iskolába járt. Nem magyarázt, teljes részhívása. Én hat telet jártam, hatot. És így is a dőgybetűvel problémáim vannak. A dőgybetűvel problémád van már, azért van problémád, mert neki kéne idomodni, vagy mit tudom én. Idomodhatsz, ha nem látsz. Két tőle, menjál. Mit lehet csinálni, akkor kivel lehet elolvastatni, na vagy mit lehet csinálni, na nem ilyen ideges vagyok. Álljatok meg, na addig aztán el át odaadom Veronikának, hogy felolvassa. Veronika? Igen. Na az ebb párjátok. Legyen szíves, olvassa el nekünk, jó? Jó, Marika, csak ebben a szemüveget teszek, mert egy kicsit a látásom megyen. Ezt visszaadom meg. Mit? Ezt nem se lát. Ne félj, mert amit nem kéne meglát. Ide figyelj, komolyan. Na, aztán hát kezdi olvasni a legünk ez. Lát-e bírtam, mit csinál? Para-para-para-para-para-para. Ilyen gyorsan kezd olvasni, nem hallunk semmit meg, és nem értünk semmit meg. Na, hallod-e? Olvassa. De akkor mondd meg, hogy hangsúlyososan olvassa, hangosan, s fejezze ki magad. Értetted? Mária, komolyan azt mondta, mondd meg neki, hogy hangsúlyososan olvassa, s hangosan. Hangosan. De... Veronika, legyen szás, olvassa hangsúlyososan. Jó, Márika, elolvassa. De mi mondod Márinak, ez egy tolmács, Mári? Mi nem mondod meg ott van? Te feleség. S hallod, és még mondd meg, hogy fejezze ki magad parasztoson, ne udasson, már nem értünk meg semmit megint belőle. Na, Mária, mondd meg, hogy komolyan azt mondta, hogy parasztososan olvassa, ne úriasososan. Jó, parasztososan olvassa, no. József, itt ülök magam mellett. Ha valamit akar mondani, mondja meg a szemembe, s Márika nem tolmács. Kezdem a levelet olvasni. Mit mondottál? Azt mondta, hogy kezdi olvasni. Komolyan én ezt ülve nem tudom hallgatni. Olyan ideges vagyok, kér felállj. Én is felállok, mert a hangot... Fejjára jobban kapom. Kedves déd nagyszülők! Milyen? Kedves déd nagyszülők! Az csak nem, tehát hasek legyünk. Hallod én? Biztos nagyon meglepődtek, amikor megláttak a gyerekünket az asztalon. Hogy ne lepődtál volna meg, komolyan, hogy ne lepődtünk volna meg, mikor menjünk haza, és egy kasbukba az asztalon. Az állj úgy kiment a lábomba, szinte a ragástam. Mi akkor
És akkor én mit szóljak, mikor ide ilyen estére jutva, ilyen későn, egy szakárka gyárnakvább érkezte? Az asztalt, ha nem fogta volna, az eszást talán volna. Nem egy csodálat, hogy ne lep, azt lepültünk-e még. De így hozta a sós, hogy olyan hirtelenségá jött a baba, hogy nem tudtuk értesíteni magukat. Hirtelenségá jött a baba. Milyen hirtelenség van? Ezelőtt is egy ilyen dologra 9 karak hónap kellett előnök. Annyi ne! 9! És tudja, hogy még mi a másik? Az nem kifogás, hogy ezt az adatlan kicsi szép kicsi gyermeket itt hagyjak. Mondja meg, hogy takarodjanak ide vissza, s gondozza, s ne válja, és az nem kifogás. Igaz a vankomamnak, mondja meg neki, így van. Most azonnal mondja meg. Így van. József, értsen vagy még valamit. Én velük nem beszélek. Én csak a levelet olvasom, amit maguk nekem ide adtak. Fejezzék be, ne kiabáljanak, mert nem olvasom tovább. Olvassam! És mivel nincs idehaza munka lehetőség, úgy gondoltuk Alkosommal, hogy elmegyünk külföldre szerencsét próbálni. Itt nincs munka lehetőség nálunk? Jaj! Mindjárt meg bolondulok. A komám, a tavaly a félmező kasza alatlan maradtál. Komám, két falmon az alma megfagyott. Itt nincs munka lehetőség? Itt? Nem volt, aki leszedje. Nem, s megvan a fagyva Jónatan alma, amit én hogy szeretek. S nekem miára kasgonyi maradt ott az istal előtt, kihordatlan? Azt hogy ki kéne hordani? Itt nincs, amit csinálni. Hát, tudja-e mit? Mondja meg nekik, takarodjanak haza, s mi adunk munkát nekik. Mondja itt meg... nem lesznek munkanélküliek. Mondja meg nekik, hallottére nem tudja kihordani, annyi gonyé még van. Van itt, amit csinálni, mondja meg. József, én nem beszélek velük, én csak elolvasom, amit maguk nekem ide adtak. Fejezzék be, tudja, hogy olvassanak. Én kaptam egy babysitteri állást. Mi te? Babysitteri állást. Mi az a babysitter? Hallom. Mi van-e? Ne látod, de azért mondtam, hogy parasztosan fejezzel ki magát. Azt mondja, kaptak valami babysittert. Mi a szipszpér? Mi az a szipszpér? Biszter. Biszper. Miféle? Mari, miféle? Na, tudjam, komám, én is át tudom. Hát, kérdezhetsz akarod. Miféle, Veronika? Marika az azt jelenti, külföldön kisbabákra, kisgyerekekre vigyázz. És erre? Elmenjél külföldre, másira ügyás, azt itt hagyja a nyomorú gyermeket. Na tudja mit? Mondja meg neked. Ha oda elment a más gyermekre ügyáljen, akkor onnan küldjen egy más, hogy ügyáljen erre is akkor. Mi ügyáljunk kerül? Igaz a bankomban, mondja meg neked. De József, én nem beszélek velük, értsék egyszerűen van meg. Akkor hogy lehet mondani? Aj, még meg kicsit nyugodjunk benne. Tényleg nem beszél velük. Alkoska pizzasütő lesz. Milyen? Pizzasütő lesz. Most kösmajunk meg, mivel foglalkozik. Miféle? Nem értem. Jobb es. Mi van? Pizzasütő. Mi az a pizba? Nem értem. Sem, koma, hogy nem értem? Hát úgy, hogy nem értem meg. Én értem, de románul van. Akkor fordítsa le nekem, hogy én is vegyem értelmit a dolognak. Én fordítsam le, én hogy fordítsam le, koma, mert csúszolok, hogy én egy kicsi gyermek előtt nem használok. Értsd meg, azért lépjünk átul. Legyen szíves. Egy és egyáltalán nem lépünk átul addig, amíg értelmit nem veszem. Én is a dolognak. Amán így van. Goma, máskülönben beszélhetsz akarmit, az a gyermek még nem érti. S ne el is van valóban, nem érti most. Akkor sem mondom, s lépünk átul. A kicsik az a gyermek, az nem érti meg. Nem lépünk. Márja, miféle? Mi az a... Mi onnan tudja, Goma, amit nem tudok? Miféle? Márika, az egy nagy kerek tészt. Édes jó Isten! Tesznek rá a kolbász, kolbász, sortot, szalámi, mekáni, ketchuppos, megsütni. Mi van? Ketchuppos. Mi az a csecsok? Mi a csecsok? Édes jó Isten! Mit jelent az a csecsok, Mári? Mi az? Nem tudom, koma. József, nyugodjon meg! Amikor kettán leszünk, majd készítek magadnak is ilyet, és akkor megkóstolhatjuk. Na, hogy megért? Hogy enném meg? Nézd meg, mi passz? Tudjél mit? Nekem amíg van, a kamarában van szalonna, a pincében van vereshagyma, s a padban házi csütkenyár, nekem az ilyen csecsakok nem kérnál. Nyugdjál meg, hallgasson, lépjen tovább. És úgy gondoltuk, hogy biztonságosabb helyen lesz a gyerek maguknál, mint a szüleim. Hát jól gondoltam, mert nem volna. Sok mindent nem hagytunk, csak egy pár gyerekjátékot. Igen, egy bicibackót, vagy miféle, hol van? Megkérjük, hogy vegyenek a gyermeknek pelust. Mite? Pelust. Valami vírusról beszél.
Milyen Bélus? Milyen Béla? Fogadjunk a Leánka az külföldön valaki ez a matadott. Ki az a Béla? Az Márika, mondjad, hogy ki az a Béla, vagy kiről van szó, na van? Én sem tudom, komán, honnan, nem, mit? Semmi gyermekre vonatkozó kérdéseket ma. Hát, hogy mi az? No, állj meg. A gyermek fenekére járó pelenka. Pelenka. Reggel felteszik, és amikor cserélik, akkor áldobja. Nem. Azt tudom, úristenem, nem? Ott átogni, átogni. Hallod? Mi vegyük abból a gyenge nyugdíjból a Bellust, a gyármaságra teszi fel, és azt a latjál. Na. A Bellust... Ki kell mosnia? Ne. József, azért között a Bellusok között van, amelyiket ki lehet mosni, és van, amelyiket nem lehet kimosni. Más különben a gyermek a maga dédunokája, amikor itt lesz, és maga, ha szép, úgy gondolja, kimoshassa a Bellusát, én a két kezemet nem teszem rá. Szép. Tudja, mit? Nem kifogás az. Akar majd Pellus király most csak a bogot rá kell tennie. Nem vitatkozott tovább. Hallgassanak, hogy tudja. Maga akkor hallgasson. És más különben komandóta magának és a dédunokája, és maga egy figyelzen a Bellus mosogassa. Egy csillag nem esik le a fejről. Mi van a fej? Mi van? Mit tudom én, mi van? Megkérjük, viseljék gondját, és amikor lát, majd érkezünk érte haza. Igen, 18 esztendő múlva. Amikor a gyermek jó fickó lágér lesz. Tudom én ma. Utóirat. Ágoska azt mondta, hogy a bicskát az asztalról elvette, hogy legyen valami emléke a tatájáról. Azt a mindenit neki. Ugye megmondtam te, hogy teddi a fiókban ezek a kölyök a bicskámat az asztalról elvitte. Melyik bicska volt? Melyik bicska volt? Hogy tátától kaptam, az. Regénykorodban mit hordoztál? Az. Milyen fájnalas bicska volt, még én ezt sajnálom, te sarka ügyesen rá voltak, agyusztalva, zsebet csajolt. Képzeled én? Emlékbe vitte, János, emlékbe. Emlékbe vitte? Az ilyen, milyen emlék az ilyen? Az ilyen. Hm? Milyen emlék? Ide figyelj, olvasd tovább, nem tettél vissza valamára. A tiszta szobából, a derekaj alól állt egy kisebb pénzösszeget is. Édes drága Jóisten! Mennyit? Egy kisebb pénzösszeg. Annyi volt az egész pénzünk, komám, egy kisebb pénzösszeg. Nézzek, tönkre vagyok mélve, komám, tönkre vagyok mélve. Megmondtam, hogy nem utasd meg a pénzt a gyermeknek. Tudod, hogy utoljára alattam is támogatom. Ne is posztítom el magamat. Hallom én, szállj meg! Ne is a kis alpizmás szögök bele, hogy folyoljak meg. Állj meg, komám, helyabom ész. Ki van apadva ebbe a helybe, víz nincs benne, elne. Nincs víz benne? Mindjárt nincs semmi, oda helyabba szöksz. Annyi, mint oda vátsz fejás. Még megütöm magam. De hogy lehet azt kibírni, komolyan, sebicska, sapéz, van egy őrgyármék. Őrgyármék, menj el, tönkre vagyok, menj már, az öreg napjaimra tettem egy másra, vagy rázs, most nincs. Derek, ahol van, vész a pisalk vízibe vetni, ahol nincs víz, akkor lemegy az ódba, és oda vagy bele. Na, ott esetleg érvényesülsz. Ott még annyi víz van, hogy... Hogy én, de jó, setét van, vesz a kávala már. Vesz én, hát hova menj el. Derek, ahol van, teszett a mai világba pénzt, ahol az ászét? Ahova tegyek? Hova? Be a bankosba. Bankosba? A világ egyen büklás vászár? Igen. Igen. És most a derekolj már a büklán. Ki büklán külföldre, vagy a derekoljból a pénz elegább büklán. Ó, menjál, menjál. Hogy lehet azt kibírni? Hogy lehet azt kibírni? Édes jó Istenem! Aj, még. Más különben te tanulhattál volna. Neked nem első eset az. Jól visszaemlékszek, ezelőtt is neked a derekoljból vezettál pénzt, nem is kicsi. Na és emlékem. 67-ben férgekedték meg. Akkor is megmondtam a piros gabonát, tedd le, hogy a férgek dögöljenek meg. De megmondtam, szalod, egy mocskos hegyes sorú férek, a felé feljáról belérágos, alól vissza. És kész, kész. Akkor is akartad felakasztani magadok, mert azt mondtad, hogy egy lakására, egy küzdár lakására, odaveszed két éjjel, a férek tönkre. Igen, és legalább most nem értem, meg ezt a nagy hárszahúszat, ezt a sok mindent. Tudd meg? Jó, menjál, menjál. Igen, a derekolba tenni, a méges attól, amiben igen van. Derekolba, igen. Derekolba. De tudod, amit nem baj? Már felállítok egy medvecsapdalt, azután, és megfog férgát, és ámbert, mindent. És azt a hova állítod? Hova? Az agy elejébe, a derekolja elejébe. Oda. Az agy elejébe. Oda. És mikor mész lefeküdni, téged fog meg. Ó, mennyá. És téged ezt megfogadlak. Már a pénzt, ez a gondolsz, komolyan, tudd meg. Tudd meg.
Menjál, koma. Tudni. De rekolva, pénzt a mai világosztal, ne is magyarok. Ne is, ne. Legyenek szívesek, fejezzék be, hogy tudjam olvasni a levelet. Ha még van egy gyomvizet. Igen, még van. Bár. A gyermek nincs megkeresztelve. Kereszteljék meg, adjanak neki egy rendes nevet, és csináljanak keresztelőt is. Igen? És írtak-e, hogy 200 vagy 300 szemét hívunk a keresztelőbe? Azt nem írja. Azt írja, hogy majd az interneten jelenkezik. Hát, csókol mindenkit, Noémi és Ákos. Csókolja meg Noémi a falódatát. Ász, koma. Ügyes. Az unokad írta a levelet. Igen, tessék. Ő írta. És a te unokad Ákoska diktálta. Igen, ő diktálta a levelet. Igen. Ó, menjál. Igen. Koma, ahogy félre tudjak lejönni, már ez egy rosszul. Édes rába, jóságos jó Isten. Ábbá, rosszul leszek. Én már rég rosszul vagyok. Rég. Hogy lát, azt kibírni Isten? Egyrészt jól van. Ugye megmondtam annak idején, hogy nem kell engedni, hogy az unokák együtt megkövázzanak. Igen? Igen. Ne beszélj. Hát tudod ezt a mondást, hogy könnyűt kati táncba vinni? Ha ő is akar menni. De volt egy Katit, aki vigyá a táncba. Volt egy menni. De ha nem lett volna, aki vigyá Katit a táncba, most nem lett volna, aki utána tetszegtesse. Igen. Nem mond egy ölbuba. Igen. Csak egy leangyál, mert oda kéne figyelni, hogy hol jársz, mit csinál. Igen. És oda kérdezni, hogy te figyel. Úgy. Elegát megtanítottam. Megvan az eredmény. Addig tetszegtetett, megvan az eredmény. Megvan, hogy gecánt vagy ma. Fejezzék be, ne veszekedjenek tovább, meg kell beszélni, hogy mi lesz a gyermekre, és meg kell keresztelni. Na, úgy bajnak. Azt csinál, hogy azt beszéljük, és maga leszóljon bár. Na, így. Igazolod, ne veszekedjetek. Verrőjük egy kicsi Marinka, hogy nincs rossz az érzetem jött. Hozok Marinka valamit, csak éppen maga nyugodjon. Édes, jó. Olyan rossz az érzetem. Én neked mindjárt az érzetet vették. Ha te nem restened magad ott egy komolyamiknak, kéred a pálinka. Ez az enyugtat meg valami. Elég ügyes vagy. Édes, jó Isten. Komolyam, jól hallottam-e? Jól. A komadosszom pálinka ki. Jól. Arra kérlek, komolyam, felfogott kézre, hogy nyájj meg enged, hogy Mária pálinkád megígyom. Annak ma vége. A vérével belékárul szoptat, csak gyermek megrészegedik. Édes, jó Isten. Apjaj, az, hogy szoktasra gyermeket, áll és posztulna. Hát azt mondom, ne beszélj félre, nem szoktat már. Hirtelen arra jöttem, hogy ő szoktat, úgy fel vagyok kizélni. Sebbet meg kell nyugni, már meg vagyunk zavarodva, ezzel vissza beszélünk. Kérjed a pálinkat. Nekünk hozott-e pohár? Igen, József, hogy egy kicsit nyugodjon meg. Én? Ha egy ilyen már meginnék, úsa nyugodnék most meg. Egyszer biztos. Hó. Jaj, de jó Isten. Egyszer éltünk egy estét. Jobb lett volna a telefonos sávegyelve. Jó, mondott. Meg ő már. Szerre, elegünk van. Na mindegy. Mi van-e? Mondom, elegünk van. Isten éltessen, és kérde más ünnapokat imma. Megvannak itt az ünnapok. Egyszer béköszönötött nekünk, ó. Bé, ilyen meglepetés, és kigondoltam. Igen. Na és... Hát tá, ugye ma bélődtet. Bé. Nem kéne azt mondani, hogy kérdem a sünnepeket, vagy valamit, Mári. Hát bizony Isten, nézd meg, úgy bélemi hely, hogy a fájkán a fájkán, és suvad le. Suvad. Na, kérdem a sünnepeket, hogy mondom. Mondtad ma a komamnak. És felálltam. Billáncs megyen. Mehet. Mit csináltok? Na, odaadtam, szopja egy kicsit. Odaadtad. Hordoz, kell hordozni az ilyen kicsikét. De koma. Mi? Nézd oda még. Nézd még ne állsz egy kicsi gyármely. Kicsi tartam az ilyen. Na tényleg így az igaz koma, tényleg szép gyármely. Ha. Hallod-e koma? De a déd nagyapja se csúf. Hát ne. Nézd rám, hallod-e? Ha persze. És én? Akkor én hol vagyok? Te, ahogy szoktam mondani, ott alsz a lovakálő. A lovakálő? Persze! Ide figyelj! Nehogy azt mond, hogy a gyermek rejált hasonlít, jó-e? Ne tudod-e mit, komám? A gyermek már ne szembe komolyabban, az orra pont olyan, mint az enyém. Hát is kezdi az orra. Édes jó Isten! Az orra olyan, mint a tét. Nézd meg!
Akkor jó szitka orra? Mert szitka orra, le! Ne! Oh, menj el! Akkor is inkább nézd jobban még szembe vele, és inkább olyan tömöttebb fej van, mint neki. Nézd meg profilból! Nézd meg profilból, egy nagy csalkán orrod van. Menj el! Akkor az orrod, mint a buba. Nézd meg, mit kell mondani. Hogy ne te! De tudod-e mit komolyan, ha nem hiszel nekem, akkor jöjjünk a gyermeken lefelé. Nézd meg a karjait, s az ujjai alasat, pont olyanok, mint az enyémek. Nézd meg! Ne látod? Jó! Nézd meg! Ha. Hallod-e komolyan? Mi van? Neked tudod-e az a négy tal így? Mét? Jó, azért, mert az ízületek álltak árték. Halló! És a kicsi gyermeknek pedig azért, mert ő még kicsikás kapaszkodik. Azt mondja, hogy ügy alak az a kapaszkodik. Menj el! Te ne beszélj, hanem tudod mit? Nézd meg a fájmozgását, a lalmozgását, és aztán meglássuk akkor, amikor elindul a gyermek. Akkor kész hasonlni. Akkor. Nekem ilyen betyáros menéseim volt annak üdeim fiatalkoromban. Nem? Neked betyáros? Mert én, ahol csizmát letettem, a kövás messze repült. Messze. Sok ahol eljártam, utánom lehetett nézni. Utánod, úgy ahogy mondod, utánod. Utánod, mi a baj, zész? Neked betyáros menése van? Kocogja alá. Ne tudod, Emi? Nézd meg a gyermeket, hogy milyen hosszú csontozott. Jaj. Akkor az egész gyermek hogy hosszú csontozott után? Hát jó, jó, hogy nem születik akkor arok, mint én. Ha most kicsiked aztán, ha nő, né? Milyen karjai vannak? Meglátott, amikor kezd nőni, milyen karjai lesznek? Menj el, most van, ne ideges is tészíves. De nincs, amit beszélni, a gyermek szép, és én is a faluban a legszebb gyermek voltam. Te voltál a legszebb gyermek. Örökké olyan voltam, mintha a kéményből húztak volna állni. Olyan szítós. De olyan, mint mocskosnak mocskos voltam, de szép voltam. Nincs, amit magyarázz. Hogy elmeked, menjetek korommal, kenjétek be, hogy legyen szép. Na. Jöjjön, Marika, menjünk, tegyük tisztába azt a kisbabát, ne hallgassuk tovább a veszekedést, mert nem tesz jót sem nekünk, sem nekünk. Jöjjön. Menjünk, hogy elmeked tisztába tegyük. Menjetek valamára innen. Na. Hova mennek, mit mondnak? Mennek etatni vagy, tisztába tenni vagy. Etassi. Kicsit gondozzak az egy kicsi gyermeket, na. Artok. Igen. Elmenni neki? Isten. Hallod, de komám? De mondd azt idehozó, de a katonaságnál és engemet legelőre állítottak. Miért tartam én előtt? Azért, mert teszték a pufalemezt. Ott akarkit elő nem állítottak. Igen? Na. Mi van? Nem állt a legelőre. Harmadik negyedik voltál. És nem a pufalemezt nőzték, hanem ennyivel magasabb voltál, és azért tartal ottól álltál. Te nem magyarál, nem magyarál. Én hol álltam? Te? Én? Ott hátul, ne? Igen. De jó hát. Igen, ott. Menjél. A közáptált volt. Ott. Te nem magyaráz, amikor én a májamet kihúztam, akkor kettőnek a hájt foglaltam, ne? Igen. Te nem magyaráz, légy szíves. Ott hátul húzhattad a májadet. Annyi előben le is térgyelhetné volna, vagy leülhetné volna, mert nem látod senkit. Igen. Elől olyan tarítottak, akit lehetett nézni, mert az elsőt láttak, aki magos. A kicsikék ott hallottunk, kártyázhattak és volna, vagy akármit csinálhattak. Mindjárt még haza idegesítesz. Igen. Ne, ennek hagyjunk és békíts. Ne, nincs, amit magyaraz, mert valtig a fiúgyár még az apja felé orromlít. Ennyi az egész itt rám. Na, az akkor ebb elég, akkor lesz belőle egy kecegtetős dédonoka. Mert az unokahad és egy kecegtetős. Lesz akkor, aki a lovakot hallottsa. Folytassad. Hagyjunk békítani. Hagyjunk. Tőtök egy-egy pohar palinkacs. Te ne nézzák egy, ne! Komolyan, azt nem veszed észre. Ejszé hallgatod. Hallod-e? Minden este, szinte minden este hallgatom. Marosvásárhelyről beszél belé, és Harmási Bocskai János. Egy olyan ember, hallod-e? A világon ő érti most a legjobban a gazdálkodást. Senki úgy nem érti. Ja. Mit mond? Hallod-e? A tegnap este is megmondta, bémondta, hogy a földekre istállogonyé kell. Az istállogonyé a földnek a nem tudom milyen. A műtrágyás azt mondta, nem jó. Inkább ott istállogonyéval kell. Tudod-e mit? Le kellett volna jár a hezzám, s én is ugyanazt elmondtam volna, tudom. Mi? Na,
Ó, menj el. De helyem a magyar azok, komolyan, ha nem ő beszélget bel és harmasi bocska János, be is a gyújtó. S más különben, aki ilyen dobozba beszélget, az a ganyét a tehán alul nem vetik ki. Nem vetik ide, érti, hogy mit, hogy kell, és minek, mi a szeres a számom? Ne idegesíts az ilyesmivel. Fogjad meg a pa... Ne nézzek, nálunk mocska nincs, hogy tezed az asztal olyat. Fogjad meg a pálinkat, ne. Kellemes ünnep, hogy mondtad. Mondtad ma, hogy ötször, billáncsat. Mert? Mert. Mi van ez? Nincs macskánk! Mi van? Édes drága jó Isten! Koma! Mi van ez? Rajtad mi van? Ne hé! Gyakorlatok nincs bugyina drág! Kacagja! Hát te hogy nézel ki? Hé, ne hé! Hogy nézel ki? Az elég nem láttad a lábát, azt hogy látunk még? Hát te távolom meglát. Nem akkora súrcot tett fel, hogy ne lássam még. Édes jó Isten! Te nem magyarázol! Koma! Én fányes örökké súrcot örök életembe felköttem. S a házba akarsz, hogy fány? Súrcos! Csúfond, de aroskodjon! És ne féljen, hogy mi állsz vettelem a trippó vettel, vagy mit? Te ne azt nézd, ezt nem veszed észre sokkal barambil, sokkal szokfány. De alattam, állj csak még! Nehéren írásos menet, se van az írás szakadva. Az van, amitől leszakadjon. Mitől szakadjon? Mitől? Mitől? Ez a drága Veronka, ha nem csinálom, amit mond, fog májj. Fog májj? Jól teszi, meg kéne minden nap várni. Köszönöm szépen, komam! Egyszer jó koma vagy, hé, jól mellém az, jól oda beszélsz. Köszönöm szépen! Ügyes koma vagy! Igen? A tavaly így kértelek ne, hogy ne foglalkozzál a fehér néppel, s ne vedd el, de neked. Milyen májas fehér nép? Milyen májas fehér nép? Egyszer megnyom májas fehér nép. Mondka, mondjam, sikár. Ó, Istenem, Istenem, megkaptad! Hallod egy kuma? Mi van? Légy szíves oda alki, és vedd le a súrcot, és nézzenek meg ebben az öltözetben. És te mit akarsz engem nézni? Menj, na, nézzenek meg! A súrcot nézd, lásd le! Hogy nem tudtam én a kaput egy karóval betámasztani, hé? Fordulj csak arra! Hogy nem? Más felé! Mi van ez? Más felé! Még! Mi van, na? Jaj, ne hé! A putyina drágunk falzsát! Világ csúrja, hogy hallod? Vegyem! Súrcot vettem! Vegyem le! Na tudod, amit nem veszem, hogy imma a tájékát, mert a csúvon daroskodja, és kacognak! Édes, jó Isten! Menjál, menjál! Na, tájékát már! Jó, Isten, Isten! Nézzed, na! Hallod, én ezt a Pistikomannak elmondom! És azt a Pistikomannak miért kell elmondani? Pont egy hétig lesz, mit kacogjunk, pont! Lefényképezhetnélek. Igen? És ha én Pisti komandnak elmondom, hogy a derekajból a pénz hova fordult-e, akkor meddig lesz, amit kacagjunk-e? Az más. Ugye más? Akkor ez is más. Hogy így nem tudom? Valóban, mi? Légy szíves, mondd meg még, hogy minek van, mirá jó? Mirá jó? Fiatalít. Na. Fiatalítom? Igen. Na. Egyszer jót, hogy fiatalít. Ó, menjál, menjál, koma, kocog, csúfon, de aroskodsz. Hát egyszerűen, koma, mi lett belőle? Koma, mintha el kell mondjam a kigyárült, nem hagy békemet ez a drága Veronka, a picses nadrágomot úgy átette, nem kapom. Az egész fiókot kihúzogattam, egybe sincs. Az is hát elége. Egyáb nincs, át kell húzni, ilyen trickót, azt mondja, trickót. Koma, a picses harisnyat. Jó tudod, hogy én hogy megszoktam, valamelyik este nekiadtam, picset akartam ára varni. Ára. Alló este vartam, nem tartsa meg olyan gyenge az anyag, hogy a picset nem tartsa meg, odor a lapcsán le. Ha megvan zavart. Mit csinálj? Hát a ilyent hallod. Ilyent, ilyent. Édes jó is. De meg kell inni egy-egy, na nézzák itt a samára, egy-egy pohar pálinkat meg kell inni. Béke gyújtani a rád, mi van? A mia? Ne hé! Hallod-e? Mi van? Bicikli? Az. A házba. Ott. Édes jó Isten, és te mensz vele? Igen.
Scusa? Non penso di aiutare questa che insieme con sto scopo vuole. Una chimessa. No, un non mi chiamena. Come non ti ho detto di snammene? Ho detto di snammene. No, ma da quel mondo è mira io. Fiatoli. Io? Fiatoli tuo pizzi. Oh, se no. Ma da quel mica... Ho detto di snammene che è vero. Come ho detto che ho detto che ho detto come ho detto un vecchio trotto di lotto un bel anno. Lei si va a fiare molto bene anche. Si può stare. Un po' vecchio. Eccolo, passato. A mio, mi vuoi vedi da mente va da mi. Mi da costo, che la che no, invece no. Tolo degli appunt, Giulia, io sto bi. D'accordo, ma mi sa che voi. No, 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 come un amato scesso. Volete, oh, è meglio. Mi vuole, non ti stai nel bordo scavala. No, no. Volete, scuoto fiato. Sì, oh, ehi, oh. Volete, mio. Becchi la muta sui mica di no. Mita! Tu fai smuta. E lui ha. Lei si va. E da spremo lo io sta nel momento. Mi canso che figlia. Mi ci no, io fermo. Come non andiamo io anche a me ne lo donacchi che l'uto di malline che venni sul tuo, sul tuo. A rotto di buon malline, no. Ciò che non è ant, non è ne. Virtuosto. Oh, sì. Io, oh, sono mina che è virtuosto. Oh, mi rizio, che vate gli obiettivi da malline. Stiamo di rosso. Come non ho asbo, non più tanto a me. Obiettivi, oh, asbo, esbiettivi, stunde, esbiettivi. Spanne, vi sono là. Ah, tanto, oddi, danno, spost, ui, fer, malline, che ui, ne zame, quei, mica, di, no. Lei si va. Io. No. Come non amo io che gli ammeni hanno felurisci, rocchio d'asciolo, poche crestruni, isi, crestru tennivo, poi muoio, no. Ma spitto mai cosa asciolo, come? A tolte. Asciolo, rocchio, tuscio. Tuscio, no, croccato, ha detto felur, mi curava la toletta, ma tuscio lo, come? Ho curato sciaglio tutto, no, no. Io, no. No. Ma la mostra? Ma tu io ho un cogliinario e sta tu. Vuole mi nami io un'ora. Nam nam no. Se le quando su un mosci da figliare. Ho deciso in a che per lui. L'atno, mi tu dove no? No. Mi disse. Io non posso mai cosa asciulo. Mi incasti. Asciulo, come on. Tu le smeg monta noi, orecchio tuscio. Da mo stai smeg fuori tutto la corna che non smai che tuscio. L'uomo. Na so voglia, stanno tuscio vuoi lì pieno, ma se so voglia, se sta. No. Na, mi ci nasce. I da... I New York, no? Da via. Mi va, o micro tuscio vuoi, o tu le so come raggiungi. Scherzo. No. E alle qua, mo sdogo sni comando. No, che vanci voglio qua. Che vanci. No. Io. Tira io sotto. No. Allora, chi te le conosce? Che orco? E mi ha stato. Io no. Menti e vado a corto. Menti. No. No. Dammi un occhio di... Ma... Non mi ho uccinato, cos'è di chi vuole il forneo mosi come fermo? Non sta solo un cretino, te dico, poi sferta il mio lobo. No, io ero giusto. Mio? Come? Oh, io voglio mi muoio, ma che sono? Io, ero giusto. Tu devi solo qua, oh, è ma tu sto non è in via, c'è un po' d'oro sciogno. Allora, te. Sciocco, vediamo, c'è un bel aiuto, sta sempre a volo. Allora, io, la maluttazza. Alai boss, stavo con il mas alai boni e ando lungo da te, non lo cuccio. C'è me, tu sono tutto a me. Mostra di non me da me in me. Ai menna? C'è altro lo rinduni, me colto un altro lo rinduni, una lutta a te, quindi a scemmi. Adoro, sono a me. Oro, da me in me.
Olyan nagy okos vagy, egy ennyit nem tudsz meggondolni. Jó. Ó, menj el. Na akkor nézzél most, hogy fiatal. Nézzét. Csak azt olyan nász, hogy tudni lefelé könnyed, mert fél... Meg kéne zsírozni. Még. Mit csinálsz? Az, hogy szekik le a lábom. Nos, nem nekem valós, én még most is menjek rá, hogyha nem elég nekem ma a skorát. Csak ennyi az egész. Hát, menj oda, ülj le. Aj, meg egy kicsit. No. Mi van? Holiday, mi van? Én is meg kéne próbálni. Jaj, komam, gyere, ülj le, de miért akarsz arra felülnie? Ezért ellen egy kicsi fiatalságot sajnálsz, no. Ó, menj el. Tudod-e mi? Ülj felre, s reggelig arasszad. Arasszad le a brassó is vissza, hogy fiatal. Aj, meg no. Arasszad. Menj el. No, tudod-e? No. De miért nem világosítasz? Miért nem arra, miért nem világosak kell arra? Hanyottam az intáli esti. Na meglássuk, hogy fel... Rövidek a lát, magas az ülés! Kötorosabb, már azért volt a te hátunk! Nem az ülés, hanem a forró, hanem a magas! Ah, igen, már rövid a lát! Na hé, no. Most! Mi lett? Hova hajtod? Hátrafelé, ne az ablak, ott van az ajtóban, neki mehetsz, a saroknak neki mehetsz! Hátrafelé, miért hajtod? Ha meg vagy-e bolondulva? Hátrafelé mi? Mostani nem ment, de még mehet komandat, hogy nem érted meg? Éles jó Isten! Hova hajtott hátrafelé? Uri, jó ég! Jó! Takárjad, elasszad! Kanyar, beszél! Na menj már, kanyar! Az ablakot kiütöd, na! No. Hát de mikor kanyarod, akkor hogy megy? Mert kanyarod, nem kell, hogy ne dolgozz, várjál! Úgy dolgozik, hogy... Szállj le onnat, komandat, hogy pékít, szállj le! Jól van, jól! Szállj le! Na most megnyugodtam. Még? Na. Komám, fiatalodtam-e akkor valamit? Igen, komám, 8-10 évet fiatalodtam, s a szakállat és a gyányit nőtt, ne, s a hajad is. Ó, menj el, gyere, s ülj le oda, ne. Jó, na, állj meg a pálcámot, vegyem. Pálcádot. Mi van? Menj oda! Állj meg egy kicsit. Hát mi? Menj oda, ülj le, ne! Mi az? Mi az? Szék, a gyermeknek szék. Kicsi szék? Az. Te miért ilyen keretetelje? Azért, hogy a sorka ne sértsen fanatik. Na, menj oda, ülj le, ne! Mik vannak itt? Úristen! Én már látom, olyan figyelmes, olyan szemei vannak. Na, megyem meg, hogy ne vegyem ért, ne takorjam le, szépen ez is kidár. Hát még egy komandó! Hát aztán tényleg, hogy mi van, igen, van csúfa vagy egy gyermek, én úgy dolgozol. Úgy kiabasz, mit az Isten, hogy... Jöjj le oda, ne! Nálda, ne. Csepp pálinkát ígyunk meg, na sok. Itt van, amire inni. Van. Hallod, de komand? Én egy olyan életet töltök egy éve, hogy én a sírhoz egy 15 évet közelebb vagyok, vagy hogy mondjam? Na, akkor egy jót fiatalodtam. Hol fiatalító szereke? Én ma kiderült minden, meg kell panaszkodja. Komam, nem hagy béke, mert egyáb nincs ilyen ruha, nem üt kell húzni ilyen trickó mocskokot, hogy fiatalító ruhat. Kell menni a bicikli, hogy fiatalító tornázni, egyáb nem jön ki a szája. Édes jóságos Jóisten. Meglátod, komam, ha így menjen, ennek jó vége nem lesz. Meglátodta? Ilyen, nem úgy, Noah. Na, idegesíts! Most én idegesítsem még magamot miattad is. Tudod-e mit? Hagyj itt mindent, gyere le hezzánk, a sütőbe átérsz, csinálunk egy bricset, és attól megmenekülsz mindentől, hallod-e? Én nem tudom, hogy itt ilyen menetben legyéltem. Én 86 évesen hezzánk menjek a sütőbe a bricsre. Jobb, mint itt a biciklin tormászni. Tormászni, menjál! Még megposztulsz. Hallod-e, komám? Meglátom, nem lesz jó vége. Ha így menjen, egy reggel a sárginél halva kaptok. Hát, mondjuk szép halál. Szép halál! Köszönöm szépen! Egyszer jól már én beszélsz megint. Abba a korba, komám. Abba a korba. Ó, menj. Adjunk békit. Fogjad meg a pálinkát. Kellemes neve mondani. Mondtad, vagy húszszor. Billáncs meg. Mehet. Hallod-e? Gyere csak állj!
Komám, olyan éjjel vannak, semmit nem tudok aludni. Egy perc nyugodalmam nincs, gondolkozok. Én nem is csodálkozom. Nem is csodálkozom. Gyere csak állni. Nem hallja senki, most elvannak menve. Valamelyik ilyen elgondoltam magamban. Látod-e? Szegény Erzsés, milyen hirtelen elmét? Drossz Erzs, ásulnak a kútunk, ásulnak a testvérem. Az, s nekem feleségem. De nekem Rókó. S hát a feleség, miféle? A nemes Rókó. Nem azt akartam ebből kihozni, s tekered el a izét. Hallod-e? Én ebből azt akartam kihozni, mióta halad, feltaláltak, az élet egyik napról a másikra nem biztos. Na, az egyszer biztos. Hallod-e? Elgondoltam magamban, soha nem lehet tudni ebben a drága veromkával, és mi történik. Ha véletlen hirtelen eltalál menni, én ha egy magamhoz való tisztességes fehér népát nem kapok, én többet újra nem nősülök. Édes jó Isten! Te miket beszélsz? Az? Az 200 aztán beígérem, mert semmi baja nem lesz. Nem lehet tudni. Menj el! Ne! Nem lehet tudni, komolyan. És te még pályázol fehér népre? Normális vagy. Hallod-e? Én úgy mondtam, ha véletlen hirtelen általal menni, még egyszer az életben mellém kell leállni. Tudod-e mit? Én kapcér melléd álltam, és befejeztem. És a harmadik az Isten igaza lesz. Az. A harmadik Szent Péter lesz. Az. Komolyan melléket ne veszi? 80 néha annyira sem mit akarsz, még menj el. Né, soha nem lehet tűnni. Tudod-e mit? Tudom, aztán van az igény. S más különben komolyan hagyjunk ennek béktennek a beszédnek, már van mű most, amiről beszélgessünk itt nekünk. Hagytak egy olyan gondot dolgot a drága unokák, hogy valamiről beszélünk. Van. Azt beszéljük, de az eszem azon, hogy azt csinál. Az ártatlan gyermeket itt hagyja a tár. S ők elmennek, s külföldön maradéznek. Hát, igazad. Látod meg komolyan, hogy a mai fiatal milyen így gondolkozás. Rossz gyermek, semmi keresztény, vásár semmi. Tényleg bizony. Hát akkor mi még a keresztelőt is el kell intézzük, meg kell keresztelni. Aztán intézed nekem, lány nincs. A derek majd megrült. Aztán intézed. Nem is kezdve eléhozni. Állj meg komolyan, a keresztelő nem annyiból ahol a lányből. Ott vannak még egyáb gondok, dolgok, bajok is. Vannak, tudom én aztán jöjj mostan minden. Azt se írtak meg, hogy a gyermeknek milyen nevet adni, hát nem olyan könnyen menj. Hallod-e? Nem baj, mi adom neki nevet? De mit is? Hát az nem épp olyan egyszerű, és? Ja, mit? Milyen nevet? János lesz a neve. Ha, hojna, persze, János! S ha miért, az egy komoly név, hely! Az, s akkor miért nem lehetne József? Ha, hojna, tehát József? Azért, mert én vagyok az apja, felelő dédapja, és engem illet a névválasztás. És én János vagyok, és a gyermek is János lesz. Egy és egy gyart. És máskülönben János egy szép, dallamos név. Hallgass meg! Jánoska, s Józsika! Ha kell még dallamososabb? Az a Józsika már van ferdítve. Álló! Te nem magyaráz, mind a kettőnek a végén kava. Az, elég kaka van itt más tejben. Az, és máskülönben tudod. Nekem van igazom, én engem illet a név választal. János lesz, s lemonszög ez. Egy és egyáltalán nem egyezek bele. S menjünk egy kicsit a dologba, akkor visszafelé. Hova? Oda, Krisztus Urunknak az apját, hogy hitte a koma? Szent József. Szent József. Milyen név volt az? Szent József. Igen. József lesz. És ha majd messze visszamentünk, akkor Krisztus Urunkot a Jordán vízibe kikeresztelte még. Keresztelő Szent János. Keresztelő Szent János keresztelte meg, de Krisztus Urunknak az apja Szent József volt, s a világon mindenki tudja, hogy a József milyen név, tisztel is, József lesz a gyermek. S János milyen név? Az János egy komoly név. A világon mindenki találja. De abban magyarázom, a József kell legyen, mert a József az József. Mi veszekedtünk? Éh, hogy meg ránkodtam. Mi veszekedünk? Lesz meg mit akkor? Mit? Úgy akarja a gyermeket Jánosnak nevezni, keresztelni. Még egy pahelyány. Hallgastál. Ne, nem kell gondolkozni, annál szemnél, mint a Mária nincs. Édes Jóst. Te normális vagy Mária? Melyik? Még megkérdezed? A gyermek, fiú gyermek? Hogy legyen Mária, te jó madar? Úgy eszem, veszed lesz, Azért
base. Ma le ceppe ti sono schvasa a semi. Io gli dessi un istale. No, come una cunoaște la mea ciocca che ho anzut. Io... O cheret, non ho reggiato cu l'adic vuoto tuc, ci t'na să voglio aduc essa mi sto zandert. Ani. Tu rai voglio hărgea ca lì basie. Alexi, hărgea. Os. Nei nos mundu? Eppa, os na mundu de jarnec, vero mi colegi io. Na mos mundu. Nam ke la zena ni volo stoșu na nit gondolkozni. Me ke kedes ne popoči tu mi kurovalo jo, kerestelut. Šo mi an no volo jo, šo mi an nit no ples, os ke la jarnec na kodni. Na 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 na. E gdje o to na oša jo. Oče, me kumo ma igozo. Hul von igozo, mit basisse. Uja, hoj monto. Smarciu svegin, keresztelünk, s akkor van Sándor József Benedek. Hogy ne? Egy általán se egy kezekben. Akkor keresztelünk Június végén, s akkor van Szent János. S kész. Csak Június végén nagy dolog van, akkor nincs idő keresztelni, koma? Igen? Na. Nincs, amit azért figurázni. Áron döntve, s kész. Egy általán nincs áldöntve. Jobban János van keresztelünk. János, akkor Marcius végén Szent János. Ne. A gyermeket legkésőbb januárban meg kell keresztelni, azért tovább ne veszem. Januárban? Hallod-e mit mondtad? Milyen januárban? Hova? Januárban meg kell keresztelni. Március végén keresztelődik. Gáda! János! Mi csinál? Azt a vén mocska! Mi csinál? Mi csinál? Mi csinálsz? Jaj! Amit tudom, mi féle? Mi csináltál, Mári? Hova vás tényleg? Jó, ne, mi mit tudom, mi az itt szép? Mi az regal? Jó. Itt van a csaminak csökös felszerelés. Hát mi a Veronika? Gyógy tornász labda. Gyógy? Come on. Tudom, fiatalító labda. Édes, te hallod, te? És te minden az ember világon mély tűzre. Á, jó, puha volt. Puha volt, jó, nem, kemény volt. Isten! Azt az egyet gondoltam, hogy nem te üles, a gyárnak a kazadban legyen, te! De ne álgódott, no! Come on! Mondd meg még valami fiatalító felszerelés itt a lakásban van. Nincs! Na jól van. Nincs! Nézd meg, ürre mindenre! Farcsodamot úgy megüttem. Jól tettem. Gondoltam, ez az egy námdárű kis nyelzesbe, ha Mari! Nézd meg, mit csinál! Azután a kaput vasrút voltalmoztam, én nem karóval, vasrútval, hogy senki nem tudjon bejönni a házunkhoz. Ülj lenne, hogy békét nyugodjál meg, ülj lenne, Mari. Látod, mit csináltál? Nagy megízadt. Csudaj, milyen estein vagyunk túl. Még nem is vagyunk túl. Nem. Jaj, de Isten. De nem kell tovább azért gondolkozni, gyermek, ha már ide került, komolyan már lehetél, alni is fel kell nevárni. Fél. S halad adni a jó Istennek, hogy épp egészséges? Mondjuk abban igaza van, hogy tudod-e, mint koma? Négyet fel ne váltunk, négy gyermekettünk harma, és azt és kézen közön fel ne válítek. Én és abban egyet értek, hogy az a legfontosabb, hogy a gyermek egészséges legyen. És egészséges. Így van. Ezelőtt is koma, hogy tartotta? Az Isten, hogy nyúlatod, bokrot esett hezza. Így van. Valami lesz én vele. Igen, bizony. Igen, bizony, csak a mai fiataloknak a gyermek nem kér. Egyszer kell a luxus ház, a luxus autós a gyermek marad. Abba igazol. Igazol van, Marika, igazol. Hallod-e, komán? Tőtek egy-egy pohár pálinka. Még ígyuk meg. És a fennvaló jó Istennek adjunk halad, mint az imént, ahogy elmondtuk, hogy a gyermeknek épp keze lábas mindene. És egy szép, egészséges gyermek. Igen, de ha az elébe a kezében legyen minden állva a törve, komán. Na, látod-e? Menj el. De nem volt ott, nagyon? Nem volt ott. Mondjuk abban is igazad van, mindjárt. Isten érses. Jaj, de... Láncs, miért? Mi jártok-e? Én azt mondom, hogy a gyermek már ilyen szép ünnep előtt, mint a karácsony, és ilyen hirtelen, mint a Jézus. Azok. A Jézuska hogy jött ilyen hirtelen, Mari? Ott volt a koma előzmények jelentővése. Az a gyermek bufla egy asztalra nekünk otthon. Beszélsz, hogy sósz eszel vissza. Magára kéne okoskodjon, ne szidja Markat. Nem telefonjus, ne szóljon bár. Látod, valamit szól az, hogy csertedezik. Addig én megtanítottam volna.
Táj. Addig én úgy meg, hogy... Addig te is úgy bicikliznél, mint a burrunk. Igaza van, örökkének amúgy. Én tudom, mit beszélsz. Eppá, hallom. Mit beszélsz? Mondja, Marika, mit akart mondani? Én csak annyit, hogy a gyermek mellett egy szép karácsony éneket énekeljünk el, és kérjük az Úr Jézust, hogy segélye mi. Na, hallom, de koma. Ma este Marinak az volt a legjobb mondása. A többi nem ért semmit. Na, hallod de koma! Már itt a szidod ide-oda, de látod-e milyen jó hiszemű fehérni? Hát, vannak jó fizumjai neki nap. Te jöhettél, mehettél volna, egy sütett kenyárvás, kósalat budat, ezt eljárhattad volna, hogy egy ilyen fehérnépát kapja? Csak koma! Én annak üdeimnek megválasztottam, hogy kit veszek át, na! Én szélyeztem! Meger? Hallod-e? Ha én 3-4 hónappal hamarébb szereljek le a katonaságtól, te a kapufényfával maradtál volna. Igazad van, koma? Azt a vénymoskos jó reggelt! Igaz? Hát nem szédik magatok ott, te! Még annyi esztendő után is! Annyi esztendő után is, na hadd el, Marika! Mert ha hazamegyünk, árulni komoly diszkució lesz. Annyit elkutat. Valamelyek most is megmondok, Mári, annyira megmondok. A tredenc olyan mondjuk. Most is megmondok. Te még annyi aztán tudtam is. Na lássa, hogy merünk, mikor én kivál keléljek. És én kivál? Igen, és komolyan kivál. Tudod ez meg. Egy cseppet, amikor lenyugodna menet, akkor kezdődik a... Na, hattál, komolyan. Nem baj. Komolyan. Ki kezdtál? Nem kellett volna elkezdeni? Nem. Ki kezdtál? A szó hozta ki maga. A szó? A szó belekerült, a rekedjen onnan elindult. A szó? Párnák végig kell hagyni. Átállt, jó volt, jó volt. Nem baj, már az a még mindegy, ezt talán pöldesz még. Átült. Igaza van Marikának. Na, hogy ne úgy megy. Énekeljünk el egy szép karácsonyi szent éneket, és én azt is megmondom, hogy mit. Mit? A mostan kinyílt egy szép rózsavirág. Most ki ment ki-e? Mostan kinyílt egy szép rózsavirág. Arra kérem, hogy várjanak meg, amíg visszajön. Jó. Mit mondott te? Nem tudom, jól értettem azt, hogy énekeljünk egy szent éneket, hogy úgy van, hogy mostan kinyílt egy szép csokorvirág. Te nem ismersz? Nem ismer egy csokorvirág. Valami állva a ferdít váron. Hova menj? Nem tudom, hogy ő menjen. Ne, hoztam. Hoztam szöveget, mert nem biztos, hogy maguk ismerik, olyan régi ének. Nekem nem kell, mert én tudom kívül. Hallod-e, régénes, mi nem ismerjük, hogy régen. Ne szó meg, hogy máig hozzá. Hát csak még vergalom, hogy miről hozzá. Mostan kinyílt egy szép. Nem csak orvira, akkor már. Mostan kinyílt egy szép rózsavira. Tudod, az a szép régi szentének. A szentének? De hallod-e, egy régi szép szentének? Csak tudod-e mi a baj? Mi? Az első és az utolsó szakaszát ismerem. Én pedig az utolsó előtt való szakaszt tudom csak. Akkor 3 szakaszt tudunk. Hallod-e? Mi a? Nehogy megmondnák, hogy nem tudjuk, azt én 2 hónapig hallom, hogy nem tudtuk. Nem mondd meg, te nem úsz. 9 esztendős korunktól énekeljük ezt az énekeit. 9. Örvend. Tehát ő honnan tudja, hogy? Én mit tudom? De hallja, Veronika! Tessék! Maga honnan tudja ezt a régi szép szent éneket? Annak idején sokat jártam a kórusba. Nagy dolog! És mi hova jártunk? S ha mi minden vasárnap ott vagyunk a misén a kórusba, a kantor mellett ott ülünk szinte közvetlen! De én énekem... Álljunk meg! Mi, hogy felmegyünk a lépcsőn, a második padba ott ülünk a kantor mellett a hátalnak. De én énekelni járok oda. Énekelni? Igen. És mi állj se kartyazni? Hallod-e? Ez meg mikor... Na tudják-e mit? Én magukval ilyen 2 vén, hazsartos vén emberrel nem veszek egyet. Értsék meg, hogy én oda énekelni járok. Hát meg mit csinálunk, komolyan? Mi és minden vasárnap a misén a kantorban végig énekelni? Igen. Így van. Mikor Bali nem aluszol, azt még tegyük kézzel. Én ha pályá úszok, és mikor az énekről van szó, akkor egyből énekelek. Igen. Karácsonkra, és úgy vette fel húsvét éneket. Volt, hogy mondta ki. Egyszer volt az. Igen, kívülve lesz a maga. Na minden. Fel kell állni, és az éneket úgy kell elénekelni. Tudja-e mit? Mi? A kórusba se álltunk fel. A kantor ez legtöbbet ülve énekel. És más különben? Aki énekelni tud, de a hasnak fekszik a ház földjére.
Úgy esküli neki élni, aki nem tudod, mi hát felopadra a sörés. De ha felállnak, jobban kijön magukból a hang, szebben lehet énekelni, értsék meg. És amúgy is szentének fel kell áll, és úgy kell elénekelni. Jobban jön ki a hang? Igen. Hát magából így is olyan tekeredik ki, hogy feleselé volna ülve. Mindegy, na, alakoma, mi van? Cseppet nyugodjunk le, cseppet komolyodjunk le. Tényleg egy szép szentélekről van szó, és álljunk fejlőd is. Gyermek tiszteletire is, énekeljük át. Hallod el, gyere csak. A szentének tiszteletire, a gyermek tiszteletire, mint ahogy mondod, arra felállunk innen, de miatta nem kárnénk fel innen a nyeszen álmon. Úgy, úgy. Mivel a szentének. De hallod el, akkor most mit csinálunk? A szakaszok között visszaülünk, és álljunk fel megint, vagy... Meglássuk, na, hogy bírjuk. Állj meg, na, gyere, álljunk fel. Meglátod, hogy ez. Hallod, te látod-e? Mi a? Neked még azt akarom mondani, hogy te kezdál, már ha ő kezdjál, odafel a csillagos égbe kezdjál, az fejjel nem éred, a nyeszed nincs. Csak nekem sokítja meg van gyengülve. Te elkezd egy csosztan. Marika és fél felé, az én tényleg lefele alni. Fél oldjál, meg a kezámban van. Jár meg. Mondjuk jobb és ha üsd meg. Na látj. Mostan kinyílt egy szép rózsavilág. Betlehemből kibimbózott zöldák, akit régen várt az egész világ. Király nem bőr méltóság, király nem bőr méltóság, mégsem talált szállást a városban. Azért szorult hideg istálóban, ott maradván nagy szomorúságban. Ökör szamár volt abban, ökör szamár volt abban. Bölcsön volna betakargat nálak, betakarván úgy elaltat nálak. A hidegnek csípni nem hagynálak, szolgálnék, mint úramnak, szolgálnék, mint úramnak. Szűz Mária, így keselek sorsán, Szent Józseffel, Szent fiát altatván, helyeztetvén, csak egy kevés szalmán, szeméből könny csordula, szeméből könny csordula. Téged kérünk, dicsőség királya, ki miértünk, jöttél e világra, vígy be minket te szent országodba. Segíts minket, Mária! Segíts minket, Mária! Ha a koma, hát tényleg szép szentének. Hol tettál? Milyen szépen neked a téd az osz? Szépen, na. Szépen, csak aztán éppen áll, hogy kezdjen jönni a kórusba, ő és már akkor én ott eskei bicipizzák, ahol egy mennyálna. Ott adom a gyermeket, és szerelődj. Hallod-e, még egy-egy pohar pálinka határa, meg lehet inni. Tövös még egy-egyet, koma. Ma le tudtam. Jaj, de si Isten. Hallod-e? Mi a? Mi van? Állj meg, töltsám ki. No, mi van? Márinak az imént mit mondál? Mondom, hogy szerelődjön már, menjünk haza. Aztán hazamenet a gyermeket, nagy valahol kiborítsátok a szakárkéből. Mi nem, már itt marad, koma?
Mi van? Mondom, nem borítsuk ki, mert itt marad a gyárnak. Hogy itt maradt, komolyan nálatok már az asztalom, és van ott, és megszokta a házba, és van, volt, hogy mondjam, de ne fel vagyok ilyen. Az asztalom, ányit volt, 15 percet volt az asztalom, mit beszélsz? Hát aztán mégis a mi van, igen, van, hogy akarod most itt hagyni? Állj meg, na. Nálunk egy dobkarhos hidegház alatt. Itt egy csempekarha van, egy cifraha, egy fiatal fájlni, koma. No, itt jó állt van, és a tavasszal aztán tanuljunk. Hó menni iskor? Hát mikor? Hó sincs. Na, ó, menj el, koma. Sátállj nálunk, sá semmi. Hát mit adsz enni annak a nyomorújára? Táját ne búsult, koma. Tudod, tájó. A piros torkotányomnak olyan tája van, amikor felfőzöm, ilyen fele van, ne. A férek keresztül futhat rajta. Ott futkoshat a férek, ha nem itt van a táj. Koma, én minden nap azt a bidont megtöltöm nektek. Na. Na hallod? Én nektek is jut belőle, nem akkor. Hallod-e? Hogy ár meg minden nap egy ilyen béveszel a nyáron, mert kaszalom. Igen, no. Mit beszélsz? A nyáronban tudjon menni a gyárnak. Meg kell fogni, ne? Halljunk fel, hallod-e? Valami csak lesz enna. Valami lesz már. Hogyha jó Isten, kellemás ünnepeket, koma, boldog új esztendőt. Adjon az Isten. Adjon a jó Isten, a kicsit drága gyár meg. Nőjön nagyot, nos. Én is azt mondom, valami csak lesz vele, csak fele anyódik. Valami lesz már, tudja, Bálé. Ne, Bálé, jó. Nem látunk ezt, Bálé, dugott. Bálé, Bálé, jó, Isten, mi nem szép, Gyani. No. Isten élt. Isten élt. Isten élt, tessék. A koma, ügyeltek ki majd ám meg, nem Isten vele. A miből lát, oda figyelni. Jó, jó, na. No, szállod, no, szállod. Ügyelni, ügyelni. Gyárám, hogy nem tudod, no. Ügyelni ma, Verumika, ne. Jó, jó, ügyelni. Mostan a száját nem felállásd el hozzá. Legyen, még most visszamegyünk. Megfáj, éjjel, megfájjunk, visszajön. Tájnék, mi csináljunk vele. Na, szállod, Isten. Integrasítod a fájunk. Ne, ne. Szállod, koma, jövök, hónap, jövök, hogy vagy. Isten vagyunk. Isten. Nem, és mondják, hogy a halottnál.